Október 4-én, hosszantartó súlyos betegség után életének 77. évében elhunyt Csík József olimpikon gerelyhajító. Csík József 2017. január 19-én került be az üllői értékek közé, mint a város gerelyhajító olimpikonja. Végső búcsúztatása október 27-én 13 órakor lesz az üllői katolikus temetőben. Gyerekkorától kezdve az élete volt a mozgás. Kisiskolásként a barátaival azon versenyeztek, hogy ki tudja magasabbra dobni a hógolyót a templomtorony felé, ő pedig átdobta felette. Már az általános iskolában észrevették, hogy nagyon jól dob, itt elkezdett kézilabdázni. Nagyon tehetséges volt ebben is, már középiskolásként a felnőttek között játszott és hívták a válogatottba is, de akkor találkozott a gerelyhajítással és az beszippantotta. Már középiskolásként a testnevelési főiskolára járt gerelyhajító edzésekre. Edzője a TF akkori rektora volt, így nem is volt kérdés, hogy a középiskola befejezése után a TF-ben tanul tovább. Mellette természetesen folyamatosan járt edzésekre, edzőtáborokba itthon és külföldön. 1970-ben és 72-ben gerelyhajító magyar bajnok lett, 70-ben pedig ezüstérmet szerzett az Univerziádén, a főiskolai világbajnokságon, amit akkor Torinóban tartottak. 1971-ben indult a Helsinki Európa-bajnokságon, 72-ben pedig kijutott a müncheni olimpiára. Egyéni csúcsa 83 méter 58 centi volt. Ha ezt az olimpián sikerült volna megdobnia, akkor azzal ott dobogós lett volna. A versenyzést egy kiújuló könyöksérülés miatt hagyta abba. Ezután edzősködött az ifjúsági válogatott mellett egy ideig, hiszen a TFS képesítése erre is lehetőséget adott, majd megtalálta második hivatását, testnevelő tanár lett, a képző és iparművészeti szak középiskolában, a kisképzőben. Már generációk óta Üllőn élt a családunk, édesapám abszolút helyinek tekintette magát, szinte mindenkit ismert itt a környéken, és őt is mindenki ismerte és szerette. Fontos volt neki az, hogy üllői polgár, nem véletlenül nem is költöztek el innen édesanyámmal, hanem itt maradtak, és én is itt maradtam, én is továbbra is itt lakom. Az olimpiai gereje ma is a falon lóg, emlékeztetve minket egy szép sportkarrierre, és az Ernest Hemingway-nek tanúsított azon mondásra, ami édesapám kedvence volt. A sport megtanít arra, hogy becsületesen győzzünk, hogy emelt fővel veszítsünk. A sport tehát mindenre megtanít.